A baloldal miniszterelnök jelöltje ott tart, hogy jobboldali elemzőkkel vitáznak, csak hogy valakivel vitázhasson, fogalmazott az Origó, azután, hogy Márki-Zay Péter vitára hívta Deák Dánielt. A 21. század intézet vezető elemzője ugyanis pontokba szedve bebizonyította, hogy a baloldal frontembere tett olyan kijelentéseket, például a rezsicsökkentés eltörlésével és a fizetős egészségügyel kapcsolatban, amiket azóta már letagadna. Rögtön mondanám is, hogy mi ez a nagyszerű pénzkereseti lehetőség. Tagadott és pénzt ígért Márki-Zay Péter néhány napja az ATV műsorában. A politikus a csatorna stúdiójában azt állította, soha nem mondta, hogy megszüntetni a rezsicsökkentést, fizetőssé tenni az egészségügyet, vagy beengedni a migránsokat. Szavainak ezután úgy akart súlyt adni, hogy hozzátette, 5 millió forintot fizet annak, aki bebizonyítja az ellenkezőjét. Hol mondtam én olyat, hogy megszüntetnénk a rezsicsökkentést, hogy beengednénk a migránsokat, hogy fizetőssé tennénk az egészségügyet, hogy Indiába küldenénk magyar ügyfeleket, vagy hogy bezárnánk sürgősségi osztályokat és szülészeteket. Ez öt téma. Ha az öt téma bármelyikére hoz valaki bizonyítékot, akkor egy-egy millió forintot kap. Ez igen sokba fog kerülni, mert emlékeztek, amikor Márki-Zay ezt mondta? Kevesebb vizet kell használni. Márki-Zay Péter 5 milliós ígérete elég magas labda, így reagált a közösségi oldalon a 21. század intézet vezető elemzője. Kevesebb vizet kell használni. Mivel az ember vízzel tisztálkodik, így teljesen világos, hogy a kevesebb víz az kevesebb fürdést jelent. Úgyhogy 1 millió már a zsákban. Deák Dániel egy videóban Márki-Zay Péter minden olyan kijelentésével szembesítette a politikust, amiről a baloldal közös jelöltje azt állította, soha nem mondta. A rezsicsökkentésnek azt a formáját, amit Orbán Viktor kitalált, azt nem szeretnék fenntartani. A videóban szerepel például az a részlet is, ahol Márki-Zay Péter szó szerint azt mondta, a rezsicsökkentés mostani formáját nem akarja megtartani, és az egészségügy fizetőssé tételéről szóló több nyilatkozat is bekerült a bizonyítékok közé. Őszintén szóval nyugodtabb vagyok, ha az egészségügy üzlet, mint hogyha nem üzlet. Ezen az állapoton, ami van, ezen csak egy drasztikus magánosítás segíthet. Mi az integrációban lépnénk előre. Nekünk az a fontos, hogy egy befogadó, szeretetteljes társadalom legyünk, ahol ezek az emberek magyarrá válnak legkésőbb egy-két generáció múlva. Az elemző Márki-Zay Péter migránsok beengedéséről szóló mondataira is emlékeztetett, és arra szólította fel a hódmezővásárhelyi polgármestert, hogy tegye jóvá egyik bántó nyilatkozatát, és a pénzt, amit ígért, utalja egy fogyatékkal élőket segítő szervezetnek. Annyira fogyatékosak. Azok után, hogy szitokszóként használta a fogyatékos jelzőt, azt gondolom, hogy ez a minimum, amit megtehet. Márki-Zay Péter élő tévévitára hívott, nem sokkal később Deák Dániel ezt írta a közösségi oldalon. Az elemző úgy fogalmazott, saját videóiban elmondott mondataival cáfolták a baloldali politikust, aki az ATV-ben mégis bemondta, hogy senki nem jelentkezett az 5 milliós nyereményért. Amikor Márki-Zay Pétert az elemző ezzel egy üzenetben is szembesítette, a baloldal közös jelöltje válaszában azt írta, idézzük, nem bizonyította egyiket sem, megnéztem, de szívesen beszélgetnék erről élő adásban. Bár a posztban az elemző hozzátette, amíg a baloldal közös jelöltje még azzal sem néz szembe, amit ő maga mondott, nincs miről vitázniuk. A hódmezővásárhelyi polgármester azonban telefonon is próbálkozott. Szürreális, Márki-Zay Péter felhívott telefonon, ismét magyarázni próbálta a nehezen védhető mondatait, és kérte, hogy menjünk vitázni, fogalmazott Deák Dániel. Ez gyakorlatilag egy politikusnak a halálát jelenti. Az elemző az M1-nek hangsúlyozta, Márki-Zay Péter saját magát teszi komolytalanná. Amikor egy miniszterelnök jelölt nem politikusokkal, hanem elemzőkkel, vagy akár a Megafon tagjaival kezd el vitatkozni, az azt jelenti, hogy ő nincsen egy súlycsoportban a vezető politikusokkal, ő sokkal egy lentebbi szinten található, tehát gyakorlatilag Márki-Zay Péter saját magáról bizonyítja be, hogy hát nem egy komolyan vehető politikus. Hihetetlenül kínos történet. Az ügyet ezekkel a szavakkal kommentálta az Origó. A portál azt írta, a baloldal Gyurcsány által kiválasztott miniszterelnök jelöltje ott tart, hogy jobboldali elemzőkkel vitázna, csak hogy valakivel vitázhasson.